Sziasztok, üdvújra itt a csatornámon, Timi vagyok, és egy DM videót hoztam nektek. Azért ilyen nagy a doboz, mert ebben a dobozban volt még egy másik doboz, amiben pelus volt. Az nem a miénk volt, sima Baby Love 4-es méretű pelenka. Ezt a szomszédnak rendeltük. Azt hiszem, hogy most egy pár hónapja is a DMS rendelésben láthattátok ezt a pelucit. Pelus volt még benne, meg még két termék, ami nem az enyém volt, azokat már visszaadtam. Összességben 24 ezer forint volt a csomag, amiből 15 ezer az enyém, és ilyen 9700 volt a szomszédé. Így megmutattam fejűrűnek, hogy néz ki a doboz, kipakolom és megmutatom egyesével, hogy miket rendeltem. Legelső termék az egy 32 darabos szomat kapszula, mosogatógépbe való, tudjátok, ez a kis tabletta, ilyen három az egyben öblítő mosószer, nem tudom micsoda, meg egy ilyen pórá lagasz, a négy az egyben. Ez volt azt hiszem, hogy 3900, de a képernyőre ki fogom nektek írni majd a zárakat. Nekem ez a szomat eddig ő vált be a legjobban, szerintem jobb, mint a finish. Teljes mértékben meg vagyok vele elégedve, úgyhogy ő lesz mától kezdve a befutó termékünk. Újra vásároltam ezt a dentmites fertőtlen fehérítő port, bocsánat. Multifunkcionális, nagyon szeretem, beáztattam a szülés utáni, tegyük hozzá, ugye elég véres bugyikat, fehér neműket, alsókat, stb. Gyönyörűek, olyanok, mintha vadonatújak lennének. Konyharuhákat beáztattam, koszos zoknikat, amiknek már ilyen nagyon koszosak voltak a talpai, és mindent kifehérített, mindent nagyon szép tisztára varázsolt, úgyhogy újra vettem, nektek is tudom ajánlani, teljes szívvel, mert szerintem a legjobb. Mindent, amit vásároltam, mindenre volt kuponom. Szomatra is volt kupon, volt egy Libero kuponom, azt is beváltattam, és így vásároltam négy csomag nedves popsi törlőt. Egy popsi törlőben 64 darab van, így a szett valami 2200 forint volt a négy csomag popsi törlő. Jelen pillanatban elfogyott az a popsi törlő, amit a DM saját márkása volt, amiket vettem. Már azokat kezdtük el használni, amiket kaptunk Lacika érkezése előtt és érkezése után, úgyhogy ezt a négyet vettem egyelőre, mert még biztos fogunk kapni, meg hoznak még be, ha meg nem, akkor majd a Lord Shopról szeretnék egy nagyobb rendelést letenni, mert onnan jó árba tudom beszerezni. Eriknek a Zoviba vettem egy csomag 100-as zsepit, magamnak vettem még egy csomag Carefree betétet, egy 76 darabosat. Már nincs az a bővérzésem, jobban mondom, már nincs is vérzés, de mégis a biztonság kedvéért szeretnék tisztasági betétet használni. Általában nagyon ritkán szoktam, nincs is itthon. Most ezt a Carefree-t választottam, mert erre volt kupon, és tudjátok, kuponmániás vagyok, mert gyűjtöm a pontokat. Jelen pillanatban erre a vásárlásra 780 körül kaptam pontokat, ami azt jelenti, hogy így már megvan a több mint 20 ezer pontom, szorozva 3 forinttal. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis pont összeg, és elég sok mindent tudok majd belőle vásárolni, mikor megyek levásárolni. Szóval, van itt a Carefree, tusfürdő terén választottam egy ilyen DMS, saját márkás tusfürdőt, ami papaja és cannabis illattal van. Nem ismerem, nem használtam még, ez az új
Júj. Illat, új tusfürdő. Ó, nagyon kellemes. Ebben az új kis kiszerelésben, nem a régi. Ugye ő volna az új, és ő a régi csomagolás. Nagyon kellemes illata van, kifolytunk a tusfürdőkből, úgyhogy most újra kellett tankolni, a férjem is vásárolt. Kint 65 centért bevola a terméket, azaz Kaufland saját márkás tusfürdőket, de én is vettem egy párat. Van még egy Tropic Fantasy Baba, ez a hagyományos kamilla mézillattal, ismét volt kupon a babára, és így kettő darabot is vásároltam, egy kamillásat magunknak, és egy ilyen frissítő menta illatban a férjemnek. Hajápolási szerekre is volt, hála az ének, kupon. Így vásároltam egy ilyen Elsev Hyaluron Pump sampont, még egy hajmosásnyi samponom van itthon, úgyhogy muszáj volt venni sampont, és akkor így pont kihasználtam, tudjátok, a kuponokat is. 10 darab pelenkázó alátét, 60x60-as, DM saját márkás. Mi szeretjük, Eriknél is ezt használtuk, Lacinál is ezt kezdtük el használni. Már mindjárt elhasználtunk egy csomagot, szerintem 2 vagy 3 darab van még benne, amit most használunk, és el is fogy. Magamnak vettem még egy ilyen Miss Soleil a Bic-től 4 darabos borotvát, tudom, hogy ez nagyon jó borotva, nem faragom összevagam, nem vágom összevagam, és mivel van gátsebem, elég jól össze vagyok varva. Így azokon a részeken félek borotválni, de tudom, hogy ez ilyen hasonló borotvákkal nem fogom magam megsérteni, megvágni. Tudom, hogy 999 forint volt 4 darab, szerintem az nagyon jó ár, megéri, mert egy nagyon jó borotva. Ismét újra vásároltam ezt a illatosítót a WC-ben. DM saját márkás bazierős, így csomagoláson keresztül is érződik. Ugyanúgy ajánlottam ezt a illatosítót most a szomszédnak, aki a pellenkát is vásárolta. Ő a pellenkát vett egy ilyen WC illatosítót, meg egy mosogatókép illatosítót, amit a múltkori videóban is láthattatok, hogy ő azt használja. Ma reggel rám is írt, bement, azt mondta, hogy bement a fürdőszobába, és megérezte, hogy valami nagyon bazió illat van, és akkor jött rá, hogy ez az illatosító nagyon megtetszett neki, mondta, hogy nagyon erős illata van, és ő örül, hogy kipróbálta, és hogy hallgatott rám, és hogyha tényleg beválik, akkor ő is ennél fog maradni, nem fog kísérletezni, mert a Bref is, meg a Domestos is nem valami megfelelő. Ugye én már a Breffel többször megjártam, a Domestost egyáltalán nem szeretem. Tesco saját márkás, Lidl saját márkás, sok jók, ideig, óráig, de behelyezés után, pár nap után elillan ez a friss illat, míg ő szerintem teljes mértékben jó, és 699 forint 2 darab, én teljes mértékben meg vagyok vele elégedve, és nagyon örülök, hogy Piros is kipróbálta, és ő is azt mondja, hogy eléggé meg van egyelőre elégedve, de ugye majd, hogyha egy picit jobban kitapasztalja, akkor biztos vagyok benne, hogy más véleménye lesz. Azaz biztos vagyok benne, hogy meg fogja szeretni. Utolsó két termék, amit még szeretnék nektek mutatni, az nem más, mint Eriknek az Oviba egy fogkrém. Most erre a Signál 2-6 éves korig, nem is tudom milyen ízesítésű, esett a választás, és hozzá egy dontodentes DM saját márkás fogkeféje, sajnos pont egy rózsaszín változatot küldtek. Lehet, hogy ezt megtartjuk itthonra, és az Ovira veszek neki egy másikat. Meglátom még, hogy jutok el Rossmannba, vagy más boltba vásárolni.
Ha nem, akkor persze ezt fogja bevinni, ha nem sikerül, leváltsak, de azért nem küldeném rózsaszín fogkefével el, mert na, a gyerekig tudjuk, hogy milyenek, és nem szeretném, hogy baj legyen belőle. Ez lett volna az én vásárlásom. 3000, vagyis majdnem 4, 5, 6, 7, 15 ezer forintos vásárlás. Próbálok eljönni, hogy mi került itt 15 ezer forintba, de a szomat majdnem 4 ezer, a popsi tőlük 2200 ezer, a borotva, tehát 600-700 egy babatus fürdő, ugyanannyi kb. A sampon. Hát ha kicsivel összeszámolunk, össze is gyűl, 1000 forint a fehérítő. De mind olyan termék, amit szeretek, ami már bevált, amit már újra vásároltunk, úgyhogy ha ti is szoktatok vásárolni bevált termékeket a DM-ből, ami szerintetek a legjobb és megéri használni, de még az én videóimban nem láttátok, akkor írjátok meg a komment szekcióban, hogy ti mit szerettek, és mi a legjobb termék, amit a DM-ből ajánlotok, és megígérem, hogy én is ki fogom majd próbálni. Szeretek, tudjátok, tesztelgetni, próbálgatni, új dolgokat használni, úgyhogy amint megírjátok a kommenteket, megígérem, hogy elolvasom, válaszolok rájuk, és ki is fogom próbálni. Addig is köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra. További szép napot kívánok mindenkinek, puszilatiteket, és kellemes délután. Sziasztok!